Az elmúlt évekhez képest némileg szerényebb létszámú indulóval rendezték meg a nyíregyházi ötvös gyakorló csarnokában az első, második és harmadik negyedik korcsoportos torna diákolimpia megyei döntőjét. A lányok talajon ugrásban is gerendán, a fiúk pedig talajon ugrásban is gyűrű mutatták be gyakorlataikat. A sportág első számú Szabolcs-Szatmár Bereg megyei fellegvára először adott otthont a rendezvénynek. Az elmúlt időszakban nagyon sok helyszínen rendeztük már meg. Én jó magam is 25 éve foglalkozom ezzel a nagyon szép sportággal. Annak idején Kisvárdán, a tanárképző főiskolán, akkor még tanárképző főiskolán rendeztük a versenyeket. Hosszú éveken keresztül a mi intézményünkben, a kertvárosi tornacsarnokban rendeztük, és most ebben az évben először itt az Ötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Azt gondolom, hogy jó helyre került a torna megyei döntő, hiszen kiváló szakemberek rendezésében zajlik ez a verseny. És azt is elmondhatom, hogy a megye, de talán megreckírozom, a régió kimagasló tornász műhelyében tartjuk a versenyt. A versenyt rendező iskola tornászai az elmúlt években már a megyehatáron túl is letették névjegyüket. Több országos bajnoki címet szereztünk az elmúlt években. A fiú középiskolások kategóriájában mindig az élmezőnyben vagyunk. A lányok is nagyon szépen szerepelnek, egyre több országos versenyen vesznek részt, valamint az elmúlt években csatlakoztunk a Sport 21 programhoz, és a fiúkkal, a lányokkal is egyaránt már szövetségi versenyeken is helyt szoktunk állni. A megyei döntő első három helyén végző csapatok bejutottak a debreceni országos elődöntőbe, ahonnan a budapesti országos döntőbe kerülnek majd a legjobbak.